A WHO becslése szerint ma 400 millió cukorbeteg él a világban. Hazánkban pedig mintegy 1 millióan érintettek a betegségben. A mögöttem zajló események éppen arról szólnak, hogy az erre járó embereknek megmérjük a vércukor értékét. Hogyha nagyon kimagasló értéket tapasztalunk, azonnal tudunk visszajelzést adni arra vonatkozóan, hogy mi a teendő. Ha pedig helyes az érték, akkor megköszönjük, és Pindrok Csaba vagy Bodár Sándor beengedi az utasokat a metróba. Határozottan nagyon szigorúak leszünk. Mindenféleképpen szigorúak kellene, mert a név kötelez. Szuper, mert nem kell menni orvoshoz, nem kell elmenni kórházba, vagy akárhova, itt a metróban megmérik első osztályt. Sokszor találkozunk megdöbbent arcokkal, amikor kiugró vércukorszintet mérünk, vagy esetleg túl alacsonyat, mert akkor ugye azonnal a házi orvoshoz kell fordulni, és hát a vércukorszintnek a kiugrását nem feltétlenül érzik meg az emberek, ezért kell ellenőrizni, ezért jó, hogy itt vagyunk. Ez egy nagyon okos dolog. Igen. Mikor volt utoljára mérve? Végeredményben ellenőrzés alatt vagyok a koleszterin szint miatt, és alkalmasint megszokták a vércukorszintet is mérni egyúttal. Úgyhogy nem olyan régen, az idén már többször is volt. Én Szigetszent Miklóson lakom, nem itt bent Budapesten, tehát évente szokott lenni ilyen mérés. Nagyon ritkán, talán 10 évente egyszer. Vércukorszintet nem akar valaki mérni? Ingyen autóért? Jó vagyok, köszönöm szépen. Igen? Jó. 4,8, ez teljesen tökéletes az eredmény. Inni mennyi folyadékot fogyasztott ma reggel? Hát egy pohár tejet. Az kevés. Még hogyha nem is reggelizik rendesen, akkor is legalább a folyadékot tessék reggelente pótolni. Ebből már ez szeretnék. 6,1. 6,1. Hát azért érdemes ezzel a házi orvost megkeresni. Mikor ette meg a reggeliét, vagy amit? Hát egy jó órája, másfél órája. Vércukorszintet nem akar valaki mérni? Ingyen autóért? Jó vagyok, köszönöm szépen. Igen? Kedvesen megállnak az emberek, boldogan. Hát sajnos ebben a világban, ahol annyi mindent próbálnak rásúzni az emberek, akkor rohannak tovább. De hát kipróbáltam azt, hogy meg azt mondtam, hogy ingyen autót adunk hozzá, ugyanúgy mennek tovább az emberek. A hölgyet elkaptam, ő megméri, megmértem én is. De hát nem, rohannak az emberek, nagyon nehéz megfogni őket. Még úgymond ilyen ismert arcként is.